Oroszország után Brüsszel Kínával szemben is egyre szigorúbb kereskedelmi korlátozó intézkedéseket vezet be. A beavatkozások és az azokra adott lehetséges válaszlépések azonban súlyos fenyegetést jelentenek az EU gazdaságára, így ezen intézkedéseket az uniós országok több mint kétharmadának lakossága elutasítja. Stefán Zoltánnak érkezett vendége. Köszönöm szépen, Áron. Jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok mai első vendégemnek, aki a Századvég Közéleti Tudásközpont vezető elemzője, Palóc André. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket. A felvezető utolsó mondatában elhangzott adat az önök kutatásából származik, amelyet végeztek, hogy hogyan áll az európai lakosság ahhoz a politikához, amely most fölsejlik az Európai Unióban. Melyek a legfőbb megállapítások? Mit gondolnak az emberek a Kína ellenes politikáról? Az a talán a legérdekesebb tény, ami kitűnik a kutatásból, hogy az EU-s országoknak több mint kétharmadában kisebbségi vélemény, amit a brüsszeli politika képvisel, jelesül, hogy erősebb és újabb szankciókkal kéne föllépni a Kínával szemben. Tehát ebből a szempontból látszik, hogy teljesen elválik az, amit az európai emberek jelentős része, többsége gondol az egyes tagországokban, és az, amit Brüsszel képvisel. És hogyha részletesen megnézzük, akkor különösen érdekes, hogy az tűnik ki, hogy csupán az északi országok egy része, egy csoportja az, ahol valamelyes többségben vannak azok az álláspontok, amely szerint Kínát újabb szankciókkal vagy távolabb kéne helyezni az Európai Uniótól. De ott is azért azt tűnik ki, hogy összességében nagyon kevés országot találunk, ahol több, mint a válaszadók fele gondolkodik így. Tehát ebből a szempontból még ott is egyfajta megosztottság látszik. Sokkal élesebb ez a típusú elválás, mint amit látunk, hogy Brüsszelben ehhez képest úgy tűnik, hogy eldöntötték, hogy szeretnének Kínától távolodni. Mindig érdekes egy ilyen kutatásban, hogy mit gondolnak a magországban élők a többiekhez képest, ugye sok nemzetállam, sokféle politikai vezetés, a földrajzi elhelyezkedés hogyan befolyásolta ezzel kapcsolatban, melyek voltak a legfőbb megállapítások? Gyakorlatilag ebben akkora eltérés, mint amit általában szoktunk látni más meghatározó kérdésekben is, tehát úgy tűnik, hogy mondjuk nevezzük így az alapító országok jelentős részében is azt látni, hogyha megnézzük a kutatás részleteit, hogy hasonlóképpen gyakorlatilag lényegében a skandináv országot és a balti országot leszámítva a nyugat-európai országok jelentős részében is kisebbségi álláspont az, amit Brüsszel képvisel, jelesül, hogy távolodni kéne Kínától, tehát ebből a szempontból élesebb ez a típusú elvárás, és ahogy jeleztem is, szűk egyharmada az országoknak az, aki inkább ellenezni a Kínával való közeledést. Tehát nagyjából egységes akkor az európai közvéleménye tekintetben. Csak azért kérdezem, mert ugye a tavalyi adat az, hogy az Európai Uniónak a legfontosabb importpartnere volt Kína, és a harmadik legfontosabb exportpiaca. Most mégis azt lehet látni sajtóértesülések szerint, hogy most már több ágazatban is intézkedéseket, szankciókat vetnének ki a Kínával szemben. És azért, hogyha visszaugrunk az időbe, azt lehet látni az orosz-ukrán háború kitörése után, mi történt, amikor Oroszországgal szemben például az energiahordozókra vetettek ki szankciókat az addig olcsó földgáz helyét, hát egy elég hektikus piac vette át, és áremelkedések voltak tapasztalhatóak szinte mindenhol. Mit okozhat az, hogyha egy most működő piacban ilyen beavatkozás történik? Itt nyilván a kínai piacra gondolok. Fontos, hogy ezt szóba hozzam, mert valóban 20,8%-kal volt vezető importpartnere az EU-nak Kína tavaly, és közel 9%-kal harmadik legfontosabb exportpartnere. Tehát ebből a szempontból látható, hogyha ez a politika folytatódik, és ezt mondjuk hozzátesszük azt, amit ön is itt említett, hogy Oroszországgal kapcsolatban milyen szankciók voltak már korábban, vagy vannak érvényben az energiahordozókra vonatkozóan, akkor azt tűnik ki, hogy ez a szankciós politika hosszú távon azt eredményezi, hogy az európai gazdaságban drágább lesz az energia, a legfontosabb kereskedelmi partnerektől a kontinensen, vagy ahonnan szárazföldön megy a kereskedelem, próbálják eltávolítani, és közben ennek egyértelműen nem az Európai Unió gazdasága, nem az európai emberek munkahelyei lesznek a nyertesei. Sokat inkább úgy tűnik, hogy másoknak lehet érdekében, hogy ilyen típusú politikát folytasson Brüsszel. Az már tény, azt az Európai Bizottság vezetője Ursula von der Leyen jelentette be, hogy szubvenciós eljárás indul a kínai elektromos autók térnyerése miatt, mert hogy túl olcsóak az európai vetélytársakhoz képest. Itt a vélelem az, hogy a kínai állam hatalmas mennyiségű pénzzel támogatja ezt az iparágat, ezért lehetnek olcsóak. És hogy akkor, ha már a támogatásoknál tartunk, mert ez egy érdekes kérdés, az Egyesült Államokban infláció csökkentő törvénynek hívják azt, amit sok elemző egy végtelenül protekcionista eljárásnak nevez, hiszen hatalmas mennyiségű pénzt öntenek a gazdaságba a zöld átállás
vállalkozásba, és ezzel sokak szerint versenyelőnyhöz jutnak. Az Egyesült Államok támogatja ezeket a vállalkozásokat, Kína támogatja, az Európai Unió vezetése, amely sokszor deklarálta azt, hogy a versenyben hisz, a piaci versenyben, miért nem a támogatás eszközéhez nyúl, miért a tiltáshoz? Abban van igazság, hogy Kínában vezetőek az elektromos autógyártók, a 20 vezető elektromos autógyártónak több mint fele amúgy kínai a világon, tehát ebben a felismerés helyes. Azonban, hogyha onnan közelítünk, amit ön is említ, hogy Európának miképpen kellene itt viselkednie, érdemes azon elgondolkodni, hogy miért nem a saját gazdasága támogatásával, miért nem az európai gazdaság fejlesztésével próbál meg ebben a versenyhelyzetben helyt állni, sőt, adott esetben a bizottság helyzetbe hozni az európai autógyártókat, tehát ahelyett, hogy megpróbálni ilyen szempontból távolodni, és azért itt fontos, hogy a kínai együttműködés az gyakorlatilag az európai, amúgy legnagyobb elektromos autógyártókat érinti a legérzékenyebben, hiszen általában véve például akkumulátorokat és egyéb különböző nagyon fontos ilyen típusú eszközöket, amelyek még kellenek az elektromos autókhoz, azt jellemzően valamilyen kínai partneren keresztül szokták megoldani itt Európában. Rendben van, tegyük fel, hogy ha nem kínai, akkor viszont mi? Az Európai Uniónak helyettesítő piacokra van szüksége. Ha érdekes, hogy feltesszük ezt a kérdést, akkor zárult ez a típusú gyakorlatilag gazdasági kijárat kelet felé, úgyhogy marad a logikusan az a lehetőség, hogy akkor ez szerint el kéne fordulni az Egyesült Államok irányába, ezért utaltam rá a beszélgetés egy pontján, hogy könnyen elképzelhető, hogy ez inkább tengeren túl érdek lehet az egész összességében Kínától való távolodása az Európai Uniónak. Látható egyébként, hogy mihez köthető a politikában ez a változás, amit az Európai Unió vezetői most tesznek? Lényegében, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor tavasszal volt egy fontos találkozó, ugye, a Biden elnökkel, tehát ebből a szempontból volt egy ilyen pillanata is az európai politikánk, amikor váltottak, de azért egy jó ideje látszik az a típusú amerikai külpolitikai vagy külgazdasági igény, ami megjelent már a demokrata vezetés fejében, miszerint távolítani kellene Kínát és az Európai Uniót. Milyen hatásai lehetnek ezeknek az intézkedéseknek hazánkra nézve? A kormányfő Kínában tárgyalt, és az is tudható, hogy a kínai működőtőke beáramlás Magyarországon magas. Nagyon jó, hogy szóba hozzam, mert úgy tűnik, hogy kicsit fordított a helyzet, még az európai emberek nem értenek egyet a szankciókkal, addig Brüsszel erőlteti őket Kína irányába is, és közben gyakorlatilag egy olyan politikust találunk itt az Európai Unióban, aki ennek megfelelően, az emberek akaratának megfelelően próbál meg itt helytállni, és az a magyar miniszterelnök. Látható, hogy közben ő folytat egyfajta kereskedelmi egyeztetést folyamatosan, hiszen Magyarországnak ez az érdeke. Palócz Andrénak köszönöm szépen, hogy itt volt és hogy mindenről beszélhettünk. Köszönöm.